Jövőre lesz 20 év annak, hogy nyaranta összejönnek a Dzsida Jenő baráti kör tagjai egy irodalmi délutánra, ahol egy-egy aktuális témához kötődve előadásokat is hallhatnak a résztvevők. Ezúttal a 90 évvel ezelőtt megalakult erdélyi Helikon íróközösségről emlékeztek meg. A két világháború között működő erdélyi irodalmi csoport 1926-ban indult útjára, folyóiratok 1928-ban jelent meg először. Az íróközösség tagja volt például Áprili Lajos, Tamási Áron és Dzsida Jenő is. Valamennyiüknek az emléke él, és a kultusza él, és a műveik megjelennek. Ez alapozta meg az erdélyi magyar irodalmat, ami szerintem főleg a kisebbségi humánum hirdetésével hozott új korszakot a magyar eszmetörténetben és irodalomtörténetben. Az irodalmi délutánon a papi elmélkedés és az új tag köszöntése után többek között Kós Károlyról, az erdélyi mozgalom egyik kiemelt alakjáról hallhattak előadásokat a résztvevők.